Mind a két csapat a védekezésre fektette a legnagyobb hangsúlyt, nemzetközi szinten jellemző, játékszituációkhoz igazított, vegyes védekezés magas iskoláját mutatták be a játékosok. Így kevés, üresnek mondható dobóhelyzet hiányában kevés kosár is esett. Védőről azért a Sopron amerikai mezőnyemberei és a szerb új hullám kiválósága Crnjanović jobban dobtak, és ez okozta a 6-10 pont közötti állandósuló Soproni előnyt. Az utolsó 10 percre feltehetően attól a rohanástól és agresszivitástól, amit rápróbált erőltetni a KSZ a Sopronra, sajnos önmaga fáradt el. Így bebiztosította 10 pontos győzelmét, és megnyerte az idei Magyar Kupát is, az Euroligában az idén gyengébben teljesítő nemzetközi sztárcsapat. Sopron, Szekszárd, Pécsett, 52-42. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tartott a másiktól, és ezt a Sopron jobban tudta kezelni, és gyönyörűen védekezett végig, és ezzel nem tudott mit kezdeni a Szekszárd ezen a mérkőzésen, és nem tudta azt a nagyon gyors, indításos játékát játszani, amivel tegnap előtt érvényesülni tudott. Sok olyan kikényszerített dobás volt, aminek igazából esélye se volt, hogy betaláljon, úgyhogy ezzel nem igazán tudott mit kezdeni a Szekszárd. Nem sikerült a bravúr, ezt a Sopron bravúr lett volna azt gondolom megverni. Éppen minden meccsen annyit adott ki magából, amennyit ki kellett. Láthattuk itt a második félidőben, hogy megrázták magukat, és egy olyan szintű védekezés, nyomást gyakoroltak ránk, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Nagyon sokat kell még dolgoznunk, hogy felnőjünk a Sopronhoz, és igazi ellenfelekké váljunk. Nyilván a rájátszásban azért megpróbálunk mindent megtenni, hogy tudjunk majd bajnoki döntőt játszani, de hát olyan klasszis játékosokkal, mint például a döntőnek az MVP-je Crvenkovic, aki ugye Európa legjobb hármas posztú játékosává választották, azért nehéz felvenni a versenyt. És ami még ma hiányzott, azt gondolom, hogy amikor Studer Ágica és Ivana 1-es-2-es poszton egyikük sem tud átlag feletti teljesíteni, akkor sajnos annak általában ez a következménye. Tehát jó irányító játék nélkül, főleg egy ilyen ellenfél ellen nagyon-nagyon nehéz mérkőzést nyerni. A soproni vezető edző, mint utólag elárulta, az utolsó perc megkezdéséig még felettébb izgult a hőnyóhajtott végső siker miatt. Egy ilyen meccsen szerintem előbb nem is lehet megnyugodni, mert tényleg a kosárlabda a játék, hogy percek elegek ahhoz, hogy megforduljon a mérkőzés állása. Úgyhogy egy nagyszerű ellenfél a Szekszárd, nagyszerű játékosokból és edzői stábból tevődik össze, úgyhogy gratulálok nekik, mert egy nagyon, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Azt gondolom, lehet nem volt annyira látványos, de mindkét csapat a védekezésre épít. Djokić mesterben a Sopron vitathatatlan nagyságának elismerése mellett csapata játéka hagyott ezúttal nem is kis hiányérzetet benne. Tudjunk mindannyian, hogy ők nagyon erős csapat, nagyon masszív csapat, és nagyon jól védekeznek, de szerintem én azt érzem, hogy mi ma maradtunk szállodában, és hogy ők mentálisan nem voltunk elég élesek. Nem volt játékos, akire lehet támaszkodni, akire lehet adni labdát. Úgy éreztem Taj Marshall, ha benne volt ellen valami, csak ő nagyon korán kapott faulokat, bement faul problémában, és szenvedtünk egész meccs alatt. Ahhoz, hogy a bajnoki döntőben is találkozzon ez a két csapat, mint az utóbbi években nagyon sokszor, a papírforma alapján a KSC Szekszárnak van nehezebb dolga kétségtelen. Az elődöntőben ugyanis pályahátránnyal a Diósgyőrön kellene túljutniuk.